Rab Zsuzsa, párbeszéd vonaton. Hová lesz az út, kezi csókolom? Haza. Ezt ide ette a fene. Milyen állomás volt ez? Nem tudom. Jaj, maradj még tűnődés öröme. Egy kis szabadság, ugye? Úgy, igen. Ismertek még eső mosott mezőt. Na mi az, tehén fekszik a sinen? A teremtésre is emlékezők. Azért ez elég kényelmes vonat. Hív egy falu fehér tekintete. Tessék, pakolt az asszony jó sokat. Nem, köszönöm. Szállj ki, rejtőz ide. Én most a húsiparban dolgozom. Kakukkszegfű tüzes csillaga. Hál' Istennek, nem panaszkodom. Nyírfák gömbölydet, fehér izmai. Van-e család? Van. Nincs. Az én fiam már nagybetyám. Igen. Akácvirág. Ez a somlai, ez csak a finom. Nyitott fehér tenyérkék, bodzaár. Hát aztán írni szok-e még? Szokok. Nagylány időm mézes rétjei. Vonat ez, tetű, éppen csak vánszorog. 16 évem könnyű léptei. Mi újság Pesten, tessék mondani. Mi volna? Kis híd, ott jártam vele. Hát azt a viccet? Belefolytani. Hallotta, hogy... Ne, igen. Nem ismeri Gömböc Gizikét? Nem én. Na, ebbe belepusztulok. Pedig Pesten kezelik a szívét. A tiéddel elélne egy tulok. Hideg lett, kérem, megázunk. Lehet. Bezzeg a nyáron. Kezdem előről. Májusi mezők. Érünk meleget. Emlékeim fényében rezzenők. Eltehetnék egy zsákkal télire. Nehogy még cserben türelem. Mire várunk? Aha, a Győrire. Két óra, mire megérkezem.